A folytatásban. Megleszek én az árokba is, aztok bele az egész mindenbe. Súlyos szavak. Mindjárt felállok, és biztos, hogy szájba foglak törülni. Súlyos vádak. Te hát az voltál, hogy menjél, segítsél egy idő után. Az indulatok elszabadulnak. Hát, hogy ő él. Ha igen. Ez a probléma nem oldódik ma meg, magának köszönhető. Miért? Mert na most én harcolok mindenért, aztán háromkodunk. Hazudik? Harc a gyermekekért. Na, most a Jósi Barátban. Amikor a szülők gyermekért egymás ellen harcolnak, egy valaki biztosan veszít, a gyerek. Nagyon sokszor a gyerek a szülők kezében eszközé és áldozatta válik. Ma erről lesz szó, erről szól a mai történet. Margiték boldog családi életet éltek, amíg egy napon minden megváltozott. Rá kellett jönniük, hogy férje legjobb barátja Sándor miért jár olyan sokat hozzájuk. 10 évesen megpróbálta zaklatni a lányomat. Először a lányom szólt, én akkor elzavartam. Megmondtam neki többet, ide ne gyere be, ebbe a tanyával, mondom, mert eltadom a lábadat, ide még egyszer bejössz. Utána az újra csak ki lett hívva, férjem, hogy kihívta. Akkor már idősebb volt a lányom, már 22 éves lehetett már akkor. Aztán összebarátkoztak. Én azt nem is tudtam, hogy lefeküdtek, csak azt tudtam meg, amikor azt mondja, hogy terhes vagyok. Kérdezte Sándor, ki jöhet-e ide lakni? Hát mondom, én tőlem kijöhetsz, ha normálisan viselkedsz, ki jöhet. 6 hónapig volt nálunk, azt 6 hónap után egy villany, ilyen neon véget vesztek össze. Sándor tavaly szeptember óta bolondult meg, mert ő hogy el akarta volna a saját magához vinni, hogy ő akarja nevelni a gyermeket. El akarta vinni a 2 hétre, ami neki láthatási joga van, 2 hét. De vissza kellett neki hozni, mert ordított a kislány. Azt most 5-ször azóta jött, azt nem megy a kislány, nem akar menni. Nem, nem és nem. De miért, nem tudjuk, na. Én azt nem bírnám ki, hogyha nem vonnának itt a gyerekek. Mert én ezekkel élek, a gyerekekért, másért nem élek. Ezekkel élek. Ha nem vonnának, akkor fölkötném magam. Azon nyomva. Mi a sír? Mi ez a történet? Meséljen el egy kicsit. Ez élettársamról szól az egész. Mióta elhagyott minket, hogy terhes voltam a kislánnyal, azóta egyfolytában csak cirkuszolunk. Bíróság, gyámhivatal. Szóval megállás nélkül veszekedünk a kislány véget. Ha látogatásra kerül a sor, én is ugyanúgy tudom mondani, mint édesanyám. Szinte veszekszünk megállás nélkül. Mind veszekedünk? Az, hogy a gyermeket el akarja vinni tőlem, teljes végleg, hogy ne az én nevelésem alatt legyen a kislány, hanem ő nevelje. De neki mi baja van az ön nevelésével? Mit mond? Hát ő... Ne, hát úgy mondható, hogy az édesapa, a Sándor, kitalálja azt, hogy én éheztetem a kislányt, akkor én prostituált vagyok, szóval mindent kitalál, csak abban, hogy... Meg üssük verjük. Igen, hogy üssük verjük. Gyálom, de megverjük a kislányt, mert akárhogy elvitte... Amikor láthatási jogra vitte, elvitte az orvoshoz, el se tudtuk, csak hogy most följelentett a rendőrségünk bennünket, akkor tudtuk meg, hogy elmondta, elvitte az orvoshoz, megnézett, hogy most miért vannak azok a foltok rajta, vagy valami. Biztos tudja, hogy mitől voltak azok a foltok, hát, nem? Én vagyok a legtöbbet velük. Az édesanyja dolgozik nagyon sokat. Az állandóan megy és dolgozik. Én vagyok a legtöbbet a gyerekekkel. Én még pláne nem szeretek gyereket is bántani, azt sem szeretem, ha ő hozzányúl véletlen. Mert mondtam, gyereket veréssel nem lehet nevelni. Sose. Hányszor próbálkoztak azon, hogy ez a dolog békében, csöndben oldódjon meg? Ó, mit sokszor. Tettek annak érdekében, hogy ne legyen ez a háború? Az, hogy beszéljünk vele szépen, normálisan, de ővel normálisan nem lehet beszélni.
Egyáltalán. Nem lehet normálisan beszélni. Miben segítheted? Hogy eltiltani teljesen ezt az embert, a kislántól meg tőlünk. Hogy ne is lássuk egyáltalán. Önök azt mondják, hogy ez a gyerek önöknél szeretetben, békében él és még nő föl. Igen, szépen. Jó, de van valaki... Ahogy tudjuk, tetszik tudni, úgy neveljük. Tehát van, aki teljesen másképpen látja ezt a családi idillt. Sándor! Nos, Sándor, úgy tudom, hogy rendőrségen feljelentést tett. Igen, így van. Miért? Azért, mert a kislányomat olyan dolgoknak teszik ki, ami nem oda való dolog. Például, miért gondolom? Tavaly húsvét óta történt az egész, hogy mentem a kislányomat locsolni. Benne ült a komának az ölébe a kislányom, húzta a koma magához és puszilgatta a gyereket. Mit akar ezzel mondani? Olyanokat mondanak a kislányomnak, hogy menjen segítsen a komának, mert az egy jó koma. És ez honnan tudja? Hallottam a saját fülemmel. Ott voltam a... Sándor, ugye tudja, ez egy nagyon súlyos vád. Így van. Ha hamis a vád, az ugyanolyan következményekkel jár, mintha igaz a vád, akkor ő rájuk nézve. Tisztában van ezzel? Igen, tisztában vagyok. Még egyszer. Mivel vádolja őket? Olyasminek teszik ki a gyereket, ami nem oda való dolog. Beültetik a komáknak az ölébe, odajárkáló komák. Többen is vannak, akik húzkodják a gyerekemet. Mert a Béla bácsi mit csinál velük? Mi a Béla bácsi? Elnézést, ne haragudj, ott már régen meghalt. Még szegény Gyurkám előtt meghalt a Béla bácsi. Ne, old most ide föl, egy halott embert ne hozzá föl! Ha látnám, hogy a Béla bácsi mit csinál velük. Hát ez nem igaz. Most miért kell egy halottat fölhozni? Már régen meghalt. Mit akartál? 8 éves ez a kislány. Nyolc éves kislányt beültet idegen komának az ölébe. Hagyja, hogy puszilgassák. Ott az útbar közepén kergeti a koma. Kergeti anyádat! És akkor mondja, hülye! Hiába az mondom neki, hogy hagyja békén az kislányomat. Csak jön oda és puszilgatják. Puszilgatják. Nem is jár oda senki, te marha! Úgy Réka! Szemétláda! Így Réka, úgy Réka! Margit, beszélgethetek Sándorral? Lehet, de akkor ne olyan mondjon! Majd én mondok, jó? Arról szól a történet, itt van egy 8 éves gyerek. 8 éves gyerekért felelősek, akik itt ülnek. Így van? Így mind van. A hárman. Így van. Maguk szerint ez a módja, hogy ezt tesz legjobbat a gyereknek? Hol a gyerek? A történetben a gyereket nem hallom. Mindenki saját sérelméről beszél. Érzem, hogy mindenkinek vannak régi sérelmei. Ahogy látom, hogy önök közötti kapcsolat, a Margit és Sándor, amilyen indulatok. Van valami régi sérelmük? Az unoka előtti időszakból. Nem, én nekem semmi problémám nem volt az előtt vele. Már semmi. Féljemnek jó barátja volt. Tényleg, nekem semmi problémám. Csak utána azt gyűlöltem meg. Nem, semmi bajom nem volt vele. Amióta megvan a kislány, azóta én nekem helyem nincsen. De arról szól a történet... Nem arról volt, hogy helyed nincs. Arról szól a történet, Sándor, hogy ott van egy 8 éves gyerek. Így van. Itt a gyerek anyja. Ketten a felelősek. Nem lenne az a célszerű, hogy elsőként higgadtan, nyugodtan, gyerek érdekét szem előtt tartva valamit kitalálni? Ami gyereknek jó? És nem arról szól a történet, hogy nekem van igazam. Hát teljes mértékben megváltozott a kislányom azóta, a húsvét óta, amióta én ezt szóvá tettem. Bementem a gyámhatóságra bejelenteni, hogy ilyesmiket csinálnak a gyerekemmel. Akkor... Megkérdezte a komától, hogy hogy érzed magad. Azt mondja, hogy jól érzem magad, az közben dagadtan a gyermekét. Mi az, ki ez? Valami Sanyi bácsi volt, én nem tudom. Ön meg volt róla győződve, hogy ez a X bácsi csúnya dolgokat csinált az ön gyermekével? Ott ült az ölébe, és akkor dagadtan a gyermekét. Álljuk meg! És ön azt kérdezte tőle, hogy hogy érzed magad? Ha meg volt róla győződve, hogy ez a valaki molesztált a gyerekét, miért nem lett komoly probléma abból? Én nem értem ezt a higgadtságot egy apától. Én azonnal bementem a gyámhatóságra bejelenteni ezeket. De mit csinált ezzel a férfivel? Abban semmit sem csináltam. Ott ültem nyugodtan. Megkérdezte tőle, hogy mi volt ez?
Mondtam neki, hogy hagyja békén a gyerekemet, tartsa távol a gyerekemet magától. Én úgy veszem észre, hogy zaklassák a gyerekemet, tehát nekem nincs gyereke. Egy borzasztó apás gyereket képzeljenek el. Margit, mi ez a dagadó nadrág? Én nem tudom, de szerintem az ő szavából én úgy veszem ki, hogy én a lányomat prostinak nevelem. Ezt mondta? Így gondolom, hogy ugyanarra, én így gondolom, hogy ugyanarra neveli a lányomat, mint ahogy ő élt. Három gyerek, Sándor, három apa. Nézd Sándor, már. Nagyon ne akarjon erkölcsi bajnok lenni. Hogy lehet egy, én nem tudom, hogy valaki saját lányára azt, hogy összehozza prostituáltakkal, hát a képzavar, képként is rossz, hát rosszul leszek. Én azon is föl vagyok háborodban, hogy olyat mondott a kislányomnak, hogy menj, és mondta akkor, hogy menni akar. Mondta az öreg Margit, hogy bent van a vécén. Saját fülével hallottál? Saját fülével. Nem is befelé ment! No. Hogy mondtad neki, hogy bent van a vécén. Nem, ő ott akar megállni. Ott állt meg velünk szemben. Rendben van. Ott húztatta a tomát, és ott látta a kislányom, hogy ott húgyozik előtte. Hát, nem is előttem, hogy elment hátra. És akkor te hátaszoltál, hogy menjél segítsél egy idő után. Hátaszoltál a kislánynak, hogy menjél segítsél, hogy húgyozik a kislány. Tudja, ha ez a Margit, ha ez a probléma nem oldódik ma meg, magának köszönhető. Miért? Mert itt kiabál végig. Mert most én harcolok mindenért, aztán te hazudik. De ők a szülő. Hazudik, szülő. Helyett akarsz szülő lenni? Nem akarok szülő lenni, de én velem van a legtöbbet a gyermek, mert dolgozik szerencsétlen állandóan. Nem azért annyira ideges. Nincs férfi állandóan, férfi állandóan, férfi állandóan, férfi állandóan. Nem akartam szóba hozni, de nem azért, mert önöknek kettő között kapcsolat volt egymással. Elmegyek, aztán nem veszek útba. Egyiknek se. Meg leszek én az árukba is, azt szarok bele az egész mindenbe. Nem kell azért elköltöznöd. Nagyon csúnyán beszél a gyerekem is. Ugyanígy beszél, ahogy ő. Bementünk az ABC-be. Mondja a kislányom, látja, le van verve a fal. Apu létve lebatták a falat. Sándor, magának direkt ilyeneket, hogy most direkt akarsz szórakoztatni minket ezekkel a szavakkal? Mert undorodok ezektől. Igen, ilyen. De miért mond? De így beszélnek. A gyerekem beszél. De miért mond? De gyerek nem tudja, mit beszél. Nagyon csúnya a szavak ezek. De akkor miért nem akar menni a kislány hozzád? Ezt mondd meg. Mert nem engeditek azért. Jó, miért nem engednék? Te ide figyelj, én innen mindjárt felállok, és biztos, hogy szájba foglak törülni. Mi az, hogy nem engedem? Hát engedni. Na figyelj, Sándor, jobban jársz, ha itt a színpadon elásod magad. Abba a Miltonba. Nem szégyeled magad? Nem. Na, nem. Akkor jó lenne, a görcsöt kötni egy kurva jut a szádra. Hogy lehet az, hogy egy borzasztó apás kislány, aki állandóan várja, milyen hogy én megyek érte? Vagyunk állandóan, hogy viszed a kislányt? Milyen cirkusszal? Hogy lehet az, hogy húsvét óta én nem bírok a gyerekkel állandóan? Na, látod, vissza... ez az egy probléma, egyik, hogy miért nem? Egyik nap elhozom, a másikat pedig vissza kell minden. Na, ez nem azért, a probléma, mert én ilyesmiket bejelentettem a gyámhatóságra, hogy mi ki csináltak a gyerekkel. Mondnál meg! Ha nem jelentettem volna be, nem volna itt el semmi probléma sem. Na, ha nem jelentettem volna fel a rendőrségen, jönne a gyerekem, nem volna semmi probléma sem. Na, az a rendőrséggel is semmit sem. Mi nem maradott a lányod? Mert nem értesz vele egy szót. Nem foglalkozom nem vele. Okay. Mert mindenki megmondja, hogy amikor én velem van a kislány. De nem értesz szót vele. Margit. Igen, értem. Higgadság. Van itt még egy édesanyja, még egy szülő, aki ugyanúgy várja a gyerekét. A vérvételből kiderült, hogy igenis a férjem miatt a gyerek. Úgy vagyok vele, hogy a gyerek nem tehet arról, hogy ő a világra jött. A gyerek össze van verve, Erika, láttam, én is láttam. Kék-zöld foltos volt a gyerek. És egyszerűen fél, és mondtam neki, hogy Erika, miért nem mondod meg az óvónőnek, hogy mi van az, hogy nem mondhatom meg, mert megmondja anyukámnak is, akkor megverlek. Én nagyon várom, és szeretném, ha itt lenne nálunk a gyerek. Szóval, önök miért akarják a Margit második gyermekét? Ezt szeretnénk, mert régen láttam már. És hogyha hallottuk, hogy a kislány is veszélyben, azt nem szeretnénk, hogy a kisgyerek is veszélyben lenne. Veszélyben? Hát igen, úgyhogy lelki, lelkileg. Ez mit jelent? Mit jelent, hogy veszélyben lelkileg a gyerek?
Mert úgy hallottuk, hogy a kislányt molesztálják náluk, elég sokan járnak hozzájuk részegen, ugye? Bocsánat, ezt kívül, álljunk meg, ezt kitől hallották ezt, hogy molesztálják? Sanyitól, ugye, aki jó, jár hozzájuk. Jó, de ebben gondolatban kapaszkod, hogy molesztálják, tényként kezelhetik? Így van, nem tudok másra gondolni, csak arra. Mert ugye tudják, hogy súlyos vád. Így van. Ha kiderül, hogy Sándor is tévesen ítélte meg a helyzetet, és önök ugyanezt hangoztatják, akkor ez veszélyes dolog, mert ennek súlyos következménye lehetnek. Én vállalom a következményei. Biztosak abban? Biztos vagyok. Miért? Ugye ma hallottam egy felvételt, ez húsvétkor készült. Erre nézél. Nekem mondja. A Margit, az idős Margit, a kislánynak mondta, hogy nyugodtan menj oda és pisiltesd meg a bácsit. Jaj, mert a Sándortól hallottad, hogy Jukka azt azért. Nem, ez felvétel. Nem is igaz, hogy voltál? Nem voltál ottan. Azt sem tudom, mi történt, hogy történt. Mondom. Hát az ő szava az az igaz, minden. Ezt tudom, ezt elismerem, hogy minden itt csak az ő szava. Tóth Sándornak a szava, úgy mondanám, nem a Tóth Sándornak a szava, hanem a felvétel. És ez a te szavad volt. Jó, nem érdekes. Jó van az. Jó. Te a saját száddal mondtad. Nem mondtam én semmit, a saját számmal. Julika, milyen felvétel ez? A telefonról. És ezt láthatás videó a telefonnal vettem föl, mert olyanokat csinál, hogy fölkérezkedik hozzá a kislányom, és leparancsolja tőlem a kislányomat láthatási idő alatt, tegyem le a gyereket. Milyen a kapcsolatuk a gyermekkel? Hát most elég rossz. Mert nem volt idő, vagy nem tudtam hozzá menni, látogatni, mert 3 éve. Meg gyerektartást se fizetni. Nem is fogunk fizetni addig, míg ha el is megy az ember, milyen jogod, hát te azt üzened a fiammal, hogy Feri mehet megnézni a gyereket, én nem menjek, miért, nekem hát nincs hozzá közöm. Te annak idején jó volt, amikor átjártam hozzátok, és jó, gondoltam a gyereket. De nekem is jó volt, amikor a gyerekeidet neveltem. Te nem nevelted. Van róla papírod? De neveltem a gyerekeidet. Nem nevelted. Miért nem akarnak megoldani ezt a dolgot? Miért nem jött fel is megnézni már a gyermeket? Jöhetett volna. Én téged cserélem a telefonnal. Figyelj, azt üzented a fiamtól. Én azt üzentem, igen. Na, akkor hogy menjek? Na, mikor te tudod azt, hogy... Nem. Még egyszer sem. De tudod azt, hogy imádom a 3 gyereket, igaz? Olyan. Ezt tudod? De akkor miért nem jött el fel, így jöttél volna, akkor lehet, hogy nem is lehetél volna elzavarva. Ha már egyszer ott vagy, akkor mondtuk volna, hogy gyere be, Jutka. Igen, gyere be, nézzék körül. El fogok menni. Na. Ennek az ügynek végére akarunk járni, igaz? Most látom, hogy itt vitatkozni nagyon tudnak, megoldani nem. Kérdezzük meg a szakértőnket, jó? Komoci Mihály urat. Elbeszélgetett a gyerekekkel. Mit tapasztalt? Egy gyermekkel beszélgettem el. Igen. És azt tapasztaltam, hogy a gyereket olyan súlyos érzelmi trauma érte, hogy nem szólalt meg. Elején sírt, aztán egyszerűen azt lehetett tapasztalni, hogy még gesztusokkal, nonverbális jelzésekkel is nagyon nehezen kommunikál. A gyerek lelkileg rossz állapotban van. A gyerek lelkileg igen rossz állapotban van. Tehát, nagyon-nagyon ritkán fordul elő az, hogy egy gyereket én nem tudok szóra bírni. Nagyon-nagyon ritka. Súlyos érzelmi traumát jelent. Nem feltétlenül szexuális jellegű trauma, nem marad belőli viták, veszekedések, a feszültség, ki nem mondott szavak, harag, indulatok, amelyek benne vannak a gyerekben. És ebben a formában, hogy a gyermeknél ez a probléma nincs kellőképpen orvosolva, kérdéses az, hogy ebből a gyermekből egészséges felnőtt lesz-e. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Na, szülők! Büszkék? Én egyáltalán nem. Magától akarok hallani először, Margit. Megteszik ezt a lépést azért, hogy otthon béke legyen? Meg. A gyerek lelkének? Meg. Minden. Ön az indulatosabb azért. Ha ön megnyugszik, én indulatos vagyok, az biztos igaz. Többiek is. De meg a gyerek minden. Érdekében, gyerek előtt soha, ha vitájuk van egymással, nem elvonulnak. Nem tudom, miért ragaszkodik a kislány én hozzá mindig. De értem, mit én mondok? Tudom, hogy magát szeretik, és nagyon maga szereti őt, de gyerek érdekében, most figyelj rám, gyerek érdekében béke legyen. Igen. Jó? Rendben? Gyereknek fontos anyja és apja. Nem mondhat a gyerek előtt anyja apjáról rosszakat, csúnya szavakat,
megalázó szavakat. De nem is szoktunk. Baj, akkor jövőben se történjük. Nem is szoktunk. De ne védekezzen, hallgasson. Hmm. Nem támad senki, gyerekről beszélünk. Érti? Nem magát vádolok, gyerekről beszélünk. Hogy ön megérte. Én meg. Sándor, világos? Én világos. Tudom, ön is megértette, Margit. Hát meg is értem, már miért ne értem? Julika? Meg. Jó. És ha első időkben arra van szüksége, hogy egy darabig Ferenc egyedül látogasson meg, akkor engedje el egy kicsit. Aztán ön is csatlakozzon hozzá. De jöhet Jutka is. Így van. Én nem tartom vissza. Tudom, de jöhet. Tudom. Vállalják ezt? Vállaljuk. Én biztos, hogy vállalom, hogyha szót lehet érteni. Jó, mindenki egy. Vállalják? Vállaljuk. Rendben? Margit? Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Egy szülő számára a gyerek a minden. És úgy gondolom, háború, szeretet, gyerek, mit lehet választani? A gyereket, a szeretetet. Mert hiába gyerekért harcolunk, saját hiúságért harcolunk, gyerek közben sérül, pedig legfontosabb az, hogy gyerek lelki épsége megmaradjon. Köszönöm, hogy velünk tartották. Holnap is találkozunk. Viszontlátásra!